Szerda este újra fellángolt a tűz Lesbos szigetén, a Mória menekült táborban elpusztítva a recepciót és a menedékkérők azonosítására szolgáló fogadóközpontot. A tábor jelentős része már kedd éjszaka leégett, több ezer menedékkérő ideiglenes hajléka és összes holmia a tűz martaléka lett. Még mindig vizsgáljuk, hogy pontosan mi történt, mondta a migrációért felelős miniszter. Az tény, hogy a tüzet olyan menedékkérők gyújtották, akiknek karanténba kellett volna menniük a koronavírus miatt. Móriában nem mehet tovább az, ami az elmúlt években. Egy zárt, biztonságos, kézben tartható tábor kell, ahol emberhez méltó körülmények uralkodnak, és ami sokkal kisebb, mint ma. Az egész szigeten szükséghelyzetet hirdettek az elkövetkező 4 hónapra, így a központi költségvetésből csoportosítanak át forrásokat a sziget helyzetének normalizálására. Elismerem, hogy rosszak a körülmények, de semmi nem igazolhatja az erőszakot az egészségügyi ellenőrzések során, nem is beszélve a hasonló zavargásokról, szögezte le a görög miniszterelnök. Ami Móriában most folyik, az nem mehet tovább. Embertelen, veszélyt jelent a közbiztonságra és a közegészségre. Ζήτημα δημόσιας υγείας, ανθρωπισμού, αλλά και εθνικής ασφάλειας. Becslések szerint 13 ezer menekült és migráns élt a Mória táborban lehetetlen körülmények között. A tábor felszámolása évek óta napirenden volt. Nincs semmi, mindenem oda van, és azt sem tudjuk, hol fogunk aludni, mondja ez a kongói férfi. A házunk eltűnt, az ételünk eltűnt, a pénzünk is oda van. Az utcán fogunk aludni, mit tehetnénk mást, mondja ez az iráni férfi. Nincs ételünk, nincs semmink, mit tehetnénk? De nem csak a menekültek aggódnak, a szigeten lakó görögök is. Nem tudjuk, hova mennek majd, mondja ez az étterem tulajdonos. Attól tartok, be akarnak jönni a házainkba. Az emberek elkezdtek félni. Görögország első körben egy kompot és 2 hadihajót küldött Lesbosra, amelyeken 2000 ember tudnak elszállásolni.